A Királyhalmi Kovács András és Eszter már túl vannak a 70. életévükön, mégis aktívan és fiatalosan dolgozgatnak a gyümölcsösben. Ugye ilyenkor van ám teendő a gyümölcskertben. Egyáltalán, Bandi bácsi, hány almafájuk van kint a kertben? Körülbelül 500. És ehhez most még éppen befejezték a megyfacsemeték ültetését. Igen, még 500 megyet ütettünk. És miért pont a megyre esett a választásuk, és ugye ebbe az unokák is besegítettek? Hát ez az unokái lesz végül is ez az 500 megyfa, ezt ajánlták neki. Tavaly nagyon jó ára volt a megynek, és ilyen nagyszemű megyet, most van ottan üresen egy darab főd, és ezt ajánlták, hogy próbálja még ebből, hát ha jobb lesz, kevesebb a munka vele, kevesebbet kell permetezni, és akkor több munka nincs, csak majd a szedéssel lesz a probléma. Az unoka az hány éves, és 25 éves, és akkor ő bele fog majd ebbe a megytermesztésbe? Igen, megpróbálja, kinek is meg kell próbálni valamit. Nekünk eűszibarack van, úgyhogy most már megy nem volt, úgyhogy addig mentünk rá, jobban megyre rá. Általában azért a munka javarészét azok maguk ketten csinálják itt. Hát igen, a gyümölcsfákat igen, ezt a megyet most ők ütetik. Ő meg az apja, meg hát a tata is belesegít, de a többit azt mink. Hát amikor olyan nagyon sok a munka, akkor fogadunk, ha találunk, mert nagyon nehéz munkást, almaszedésre, vagy hát a beszlerre, ahol beszlerezünk, meg frézerülünk, ilyen munkákat, azt elbírjuk mink végezni. Na most ez az 500 megyfacsemet, ez mikor fordul majd termőre? Mikor lehet majd az első termés levenni róla? Az még kérdés, hogy milyen lesz az idő, úgyhogy akkor tudjuk. 3-4 év múlva terem. Tehát 3-4 év kell. Igen. Menni. Azt mondják, hogy 4 évre már a 10 kilót megadja egy fa, hogy ezt ajánlták neki. Hát most majd kiderül, ha jó sikerül. Most mindjárt be kell locsolni. Tegnap ütették meg máma, húzzák rá a nejlon, hát jönnek a vadak, és akkor meg az őzek, és akkor lemi húzzák a bőrit, és tönkre megy. Na, máma be kell locsolni, és aztán majd kiderül, hogy mi lesz a végeredmény, hogy milyen szárasság lesz, vagy már hányszor kell meglocsolni. Mert abban más probléma nincsen, mert traktorral megművelik a közit, és csak a locsolás. Az almásban is ilyenkor azért van munka, ugye a fáknak a metszése. Igen, meg a gajszédés, az a legnehezebb, attól félek legjobban mindig. Megoldják maguk? Megoldjuk, úgyhogy. A megyessel kapcsolatban nagyon szép a fák, koronások, úgyhogy ez hamarig fog teremni, mindaki az éves hajtások, vagy már az éves megy. De viszont visszatérve az almához, ugye, tehát nem csak a gajszedés, meg nem csak a metszés az, ami most ugye munkát ad, hanem az, hogy ugye rengeteg alma termett, ugye a tavalyi termésre gondolok, és elég sok még mindig megmaradt, tehát gyakorlatilag most ugye nincs más, hanem ezt le kell darálni, és pálinkát főzni, tehát ezzel is van még plusz munka. Van gond, úgyhogy ahol is, új, annyi, hogy nem győzünk kifőzni. Hát mit csináljak vele? Más eldobja, inkább kifőzöm pálinkának. Hát igen, így legalább eláll többet. Pár évig eláll, úgyhogy ha nem adom el, majd amikor eladjuk. Úgy lehet, jövőre nem lesz mi főzni a pálinkát, vagy már az almából. És mondjuk akkor ez hogy működik? Az almát ugye előbb le kell darálni, igen. És akkor utána? Igen, egészséges almából, és akkor abban jó pálinka. Viszik, általában azt mondják, itt a királyhalmi pálinkát a magyarországi, meg a külföldi vásárló, igen. És mennyit lehet eladni? Hát 1500 forintba. Dinár, 5-600 dinár. De nem olyan nagy, gyengen most nagyon a forgalom, meg a pálinka eladás is. De ezért felelünk, ez tiszta pálinka, ez nem, nincs bekeverve semmi, alkohol, semmilyen cukor. Ilyen szagyvalék, úgyhogy felelünk érte, és vissza is járnak, nagyon sokan visszajönnek pálinkát, elbírjuk adni. Reggeltől estig talpon vannak, és dolgozgatnak a gyümölcsösben. Hát ez így van. Egy hétől hétig. Kicsit nehéz. És az télen-nyáron így van? Igen, nekünk a hétfőn van vasárnap, mert vasárnap is akkor van forgalom, még szombaton, hétfőn az a szabad nap. És ugye, hát van földi epresük is, volt, hogy gondolkodtak azon, hogy azt esetleg, tehát, hogy nem foglalkoznának vele, viszont most akkor végül lesz az idén földi eper, nem lesz? Hát még az idén lesz. Most még kipucoljuk, csak meg kell ritkítani, mert egy kicsit tavaly besűrűsödött, a bajszokat nem szedtük le, mert úgy hozattuk a
palántát az olaszoktól, és nem, a szárazságban nem jött, nem hozta azt a bajuszt, azt a, és akkor mikor jött volna, akkor ára meg már jött az almaszedés, és nem volt rá idő. Most egy kicsit több munka lesz vele, hogy kibírjuk pucolni, hogy azt bokrokra megcsinálni, hogy ne legyen apró a fődéper. Azért ott jócskán hajolgatni kell. Hát ott állandóan hajulni kell. Itten nincs olyan, hogy talpon állva csináljuk. Hogy bírják így, tehát erővel, egészséggel? Hát az egészségről most én nekem pillanatilag nem nagyon lehet róla beszélni, mert majdnem mindig a kórházat járom, de azért az mellett meg kell csinálni, mert nincs, aki csinálja, nincs egyszerű. Tehát a kórház meg a gyümölcsös. Igen. Hazaérek a kórházból, akkor megyek a gyümölcsösbe. Ez, és itt a baj. 75 éve már nem lehet olyan nagyon fickándozni, de valahogy főtákoljuk magunkat, igen, és csináljuk. Más segítség nincs. Jó, tehát van földjeper is, van ugye alma, van, lesz igen, majd megy. Na igen, és a barack? A barack az még eddig jó. Hát most, hogyha nem jön fagy, akkor lesz barack is. Őszi is, meg sárga is. Úgyhogy a tavaly sárga barack, az szinte semmi nem volt. Úgyhogy most az idén nagyon várjuk, meg szép virágos is, hát most, hogy még mi történik vele, az még a jövő titka. Tényleg elkezdtek már szépen virágozni a gyümölcsfák? Igen, már egy csupa virág az udvarban, olyan szép virág, úgyhogy egy pár nap, ha ilyen, nem ilyen, ha éppen napos idő lesz, akkor pár nap alatt kivirágzik. Nagyon szép, hát most, hogy mi lesz, még jövőre fogalmam nincs. Majd, ha szedjük, akkor megmondom.